Két nagy célom volt az életben, az, hogy paralimpiai érmet szerezzek, illetve az, hogy megtaláljam a társamat. A Baba projekt az nem volt biztos soha, mert mindig úgy voltam vele, hogy ha úgy hozza az élet, akkor igen, ha nem, akkor nem. Tehát, hogy én elfogadtam volna bármilyen szituációt, nem ragaszkodtam görcsösen ahhoz, hogy én édesanyja legyek, de örülök neki, hogy bevállaltam, és megszületett a kis babám. Nekem nagyon sok hormon problémám volt, és gondoltam, akkor ez is majd ilyen nehézkesen fog összejönni, és valahogy mégsem úgy alakult, úgyhogy ezért hálás vagyok. Na, egy percig nem tartottam attól, hogy az én kisbabám fogyatékossággal élő lesz, de úgy voltam vele, hogy ha az is lesz, akkor sincsen semmi probléma, akkor ennek így kellett lennie, és jobb helyre nem is születhetne, hiszen mindent azonnal tudnánk neki adni, tudtunk volna biztosítani, hiszen nagyon képben vagyunk, ebben élek, ez az életem. De bennem ilyen félelem nem volt, hogy ő esetleg az lesz. Valamikor névtelenül kommentben, vagy arc nélkül e-mailben megkaptam, hogy én fogyatékosként nem fogom tudni ellátni a kisbabámat. Amikor ugye az elején megszületett, és voltak nehézségek persze, amikor össze kellett szokni, hogy meg kellett tanulnom nekem is a fogást, hogy hogy tudom kivinni a nappaliba a hálóból, tehát hogy hogy oldom meg ezeket az egyszerű dolgokat, és mondjuk valami nem ment elsőre, akkor azért én is elszomorodtam, hogy tényleg nekik lesz igazuk, hogy ezt így, hogy tényleg nem tudom ellátni a saját kisbabámat, és nyilván ezek csak kezdeti bizonytalanságok voltak, mint amikor tényleg bárki kezébe odadunk egy kisbabát, és soha életében nem fogott. Nekem is ilyenek voltak, de ezeken túl kellett lendülnöm, és talán az önmagamba vetett hitem az soha nem hagyott el, és ezekben a nehéz helyzetekben sem, amikor ezek visszhangzottak, bár ne kellett volna ezeket hallgatnom, és senkinek nem kéne ezekkel a mondatokkal szembesülnie, mert ez a saját bizonytalansága annak az embernek, aki egy előítélettel áll veled szemben, és azt mondja, hogy te erre nem vagy képes. Bennem semmi ilyen félelem nem volt az anyasággal kapcsolatban. Úgy voltam vele, hogy mindent szeretnék az ösztöneimre bízni, és ezt a mai napig is tartom, és szerintem ezért is megy ilyen flottul minden. Egyből megtanultunk egymáshoz alkalmazkodni a babával. Tényleg semmilyen nehézséget nem tudnék így megemlíteni. Úgyis minden úgy fog történni, ahogy annak lennie kell. Én ezektől nem tartok.